Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a webináron. Egy kicsit várunk még, hogy aki esetleg készik, az tudjon csatlakozni, de olyan pár perc múlva majd elkezdjük. Na, hát lassan belevágunk. Mit szólsz, Dóri? Jó? Oké. Okay. Na, hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer itt a webináriumon. Úgy tervezzük, hogy egy ilyen 40-45 percig tartana a bemutatása ennek a kutatásnak, illetve a kutatási eredményeknek, és utána adnánk lehetőséget arra, hogy a résztvevők kérdezzenek, megosszanak olyan tapasztalatokat, kommenteket, észrevételeket, amik kapcsolódnak a témához, és így fontosnak érzik megosztani. Az előadást Kis Dóra kollégám fogja elsősorban tartani, én vagyok most az ő szánt segédje, mert hogy az a helyzet állt elő, hogy még én voltam az, aki kezdeményeztem, meg elindítottam ezt a kutatást, de aztán én egy évig nem dolgoztam, és amikor visszatértem, addigra ennek a kutatásnak már vége volt, viszont a Dóri az, aki az elejétől a végig benne volt, a kutatás módszertant is végig csinálta, és így aztán első kézben fog tudni majd beszélni arról, hogy mi is zajlott ebben a kutatásban. Készül egy felvétel erről a webináriumról, ami később elérhető lesz majd, illetve magának a prezentációnak az anyagát és az eredeti kutatási jelentést is megtaláljátok a Hintalovonnak az oldalán, és azért most kell még megköszönnöm a ChildHub-nak és a Terdezon Budapesti irodái munkatársainak, hogy lehetővé tették ezt a webináriumot, és most is itt vannak, és segítenek nekünk, vagy hát segít nekünk a Tamás. Na, kezdjük is akkor el. A fiú gyerekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása a témája ennek a kutatásnak. Ezt az ECPAT, a világ nagy gyerekekkel szembeni szexuális kizsákmányolással foglalkozó Bangkoki székhelyű nemzetközi szervezete volt, aki kezdeményezte az ECPAT-nak, magyarországi tagja és képviselője a Hintalovon alapítvány. És náluk merült föl, hogy csinálnának egy olyan komparatív, összehasonlító kutatást, ami egyrészt azt nézi, hogy a jogrendszerek hogyan kezelik a fiúkat, tesznek-e különbséget a fiú és a lány áldozatok között. Vannak jogrendszerek, amelyek tesznek. Ugye Magyarországon is sokáig a fajtalanság, erőszakos fajtalanság, tehát a homoszexuális kapcsolatokban a kisfiúkkal szembeni, vagy kislányokkal szembeni visszaélés, az egy teljesen különálló büntetőjogi tényállás volt. Jelenleg nincs így, de vannak jogrendszerek, ahol van különbségtétel részben. Erre voltak kíváncsiak részben, pedig arra,
hogy egyáltalán mi jellemzi a fiúknak az áldozattá válását, milyen olyan társadalmi normák vannak, amik befolyásolják azt, hogy a gyerekek a fiúk körében minden kutatás szerint magasabb a látencia, tehát az ő velük szemben elkövetett szexuális erőszak cselekmények nagyobb arányban maradnak rejtve, az ő áldozatiságuk vagy túlélő tapasztalataik azok nagyon gyakran nem kapnak megfelelő reflektálást, megfelelő reprezentációt, és nem utolsó sorban vannak olyan társadalmi normák, többek között az, amit ennek a kutatásnak a címeként is választottunk, mely szerint a fiúk nem sírnak, a fiúk azok, akik dominálnak a szexuális kapcsolatokban, ők azok, akik erősek, ezért aztán sok esetben összeférhetetlen a társadalom számára az, hogy mégis hogy fordulhatnak elő ilyen esetek. Szóval ez a kutatás megpróbálja a teljes képet feltárni, a sérülékenységet is, hogy mitől válhat egy kisfiú a szexuális bántalmazás vagy visszaéléssel szemben sérülékenyebbé, hol vannak ők az ellátórendszerben, hogyan kérnek segítséget, ha egyáltalán, ha kérnek segítséget, akkor kitől kaphatnak, ha nem kapnak segítséget, akkor ennek milyen okai vannak, felkészült-e egyáltalán a gyerekvédelmi és az igazságszolgáltatási rendszer, és hogyan tudnánk a fiúkat támogatni abban, illetve a szakembereket is támogatni abban, hogy ez a jelenség, ez maga teljességében egy jó szakmai megközelítést kap, úgy a prevencióban, megelőzésben, mint pedig a kezelésben. Na szóval, hogy ez volt az, ahonnan indult ez az egész kutatás, és akkor átadnám a szót a kis Dórának, aki mesél arról, hogy valójában mi is történt itt. Én nagyon szépen köszönöm. Jó, akkor én el is kezdem, és váltok is. Diát, az nagyon fontos szerintem az elején elmondni erről, hogy ez az egész kutatás, ez úgy zajlott, ahogy ezt Tilvi is az előbb jelezte, hogy ez különböző országokban párhuzamosan zajlott. Így volt egy egészen kötött kutatási módszertanunk, mert annak mentén lehet majd összehasonlítani ezeket az adatokat az adott országokból, vagy ezeket az információkat, hogyha megegyező módon zajlott le a kutatás. Egyébként is egy nagyon összetett módszertannal dolgoztunk, mivel három fő pillére volt az egésznek. Az első az úgy kezdődött, hogy feltártuk a jogszabályi környezetet. Itt az ECPAT által kidolgozott szempontrendszeren keresztül vizsgáltuk azt, hogy a Magyarországon a jogszabályok és a jogalkalmazás, a büntető jogi rendelkezések, az áldozatvédelem, ez hogyan van összhangban egyébként a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel, és hogy ez egyébként milyen védelmet nyújt a szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolást átélt gyerekeknek. Ugye mindig nagyon nagy figyelmet fordítottunk, a fókusz az egész kutatáson belül a fiúkon volt, de ugye, ahogy ezt Szilvi mondta, mivel Magyarországon a jogszabályok szintjén nincsen különbségtétel a fiúk és a lányok közt, ezért ezen a területen kevés olyan dolgot tudtunk mondani, mi pontosan a fiúkra a fókuszát, viszont azt tudjuk, hogy mivel a jogalkalmazást húsvér emberek teszik, ezért lehetséges, hogy ott vannak eltérések. A kutatás második pillére az egy kérdőíves vizsgálat volt, amit gyermekvédelmi és szociális dolgozók töltöttek ki. Ez is egy viszonylag összetett kérdőív volt, mivel ugyanúgy voltak benne kvantitatív, mint kvalitatív elemek, nagyon szigorú kitöltési kritériumai voltak, ezért is lehet az, hogy sajnos egy pici empíriával dolgoztunk, mivel 36 olyan adatsort tudtunk felhasználni, ami teljes volt. Sajnos a többiek nagyon sokszor menet közben abba hagyták, mivel sokan visszajelezték, hogy túl bonyolultnak ítélték meg ezt az egészet, de hál' Istennek nagyon sok olyan volt, vagy nagyon sok olyan információt tartalmazott ez a pár kitöltött kérdőív is, amit nagyon jól tudtunk használni, és nagyon hasznos információkat tudtunk belőle szerezni. Érdekes, hogy olyan dolgokra kérdeztünk rá, ami egyrészt az általuk, a kitöltők által látott eseteknek a hátterére vonatkozik, például úgy, hogy milyen a bántalmazott gyerekeknek a családi háttere, vagy az, hogy ki bántalmazza őket, de volt olyan is, ami azzal volt kapcsolatos, hogy az ő megítélésük szerint egyébként hogyan az ellátórendszer megfelelően működik-e, jó a koordináció,
tisztában vannak-e olyan dolgokkal, hogy mi az, ami büntethető egyébként, vagy tudják, hova kell fordulni, hogyha ők azonosítanak egy bántalmazási esetet, és nagyon sok lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy ilyen kis boxokba bele tudják írni a saját meglátásaikat, mert nyilván azt tudjuk, hogy egy ilyen nagy témában nem lehet egy ilyen igen-nemes válaszadással megfelelő információkat leszűrni, szóval nagyon, nagyon hasznos dolgokat kaptunk onnan vissza, és hát az egész kutatásnak így a korona ékszere az a túlélő workshop volt, ahol olyan már felnőtt, de gyerekkorukban szexuális bántalmazást vagy szexuális kizsákmányolást átélt férfiakkal tartottunk 4-5 órás főfoglalkozásokat, ahol a segítségkérésüknek a hátterét próbáltuk feltérképezni, azt, hogy ők hogyan élték meg a bántalmazásaikat, milyen olyan társadalmi elvárásokkal szembesültek már a bántalmazást megelőzően, vagy akár a bántalmazás után, ami nehezítette azt, hogy ők segítséget tudjanak kérni, vagy hogy azt egyáltalán el tudják fogadni. Ez volt tényleg így a központi magja az egész kutatásnak, és az ECPAT szakértői nyújtottak számunkra, akik a facilitátorok voltunk, egy 8 napos képzést arra vonatkozóan, hogy egyébként mi az értéke a kutatásokban, vagy akár a szakpolitika alkotásban annak, hogy bevonjuk azokat az embereket, akik közvetlenül érintettek, hogyha meghallgatjuk az ő problémáikat, és annak mentén fogalmazunk meg javaslatokat a döntéshozók számára, vagy akár az eljáró gyermekvédelmi dolgozók számára. Itt 27 és 36 év közötti felnőttekkel tartottuk meg ezeket a workshopokat. Először az elején volt egy olyan elképzelés, hogy csoportos foglalkozásokat szeretnénk tartani, de aztán a COVID és minden más miatt egyéni foglalkozásokat tartottunk, amit utána vissza is jelezték nekünk a srácok, hogy számukra ez így jóval kényelmesebb volt, szóval előre tekintve valószínűleg ez az, ami még ebben a stádiumban egy jobb irány. Majd készült egy nagy összesítő elemzés is, ahol ezeket a különböző, a három pillérnek az adatait, mivel mindegyikről volt egy-egy külön riport, ezeknek az adatait összehasonlítottuk, és együtt elemeztük ki, és ezek mentén fogalmaztunk meg javaslatokat. Nagyon érdekes volt az, hogy látni azokat a dolgokat, amiket a gyermekvédelemben dolgozók visszajeleznek, hogy ők mit élnek meg nehézségként, és az, hogy egyébként az érintett fiúknak mik a hiányaik, vagy milyen szükségleteik vannak, és hogy ezek hol találkoznak, vagy hogyan ütköznek össze. Szóval ilyen szempontból ez az összesített elemzés, ez képezi talán a magját annak, hogy rendszer szinten lássuk ezt a jelenséget a gyermekvédelemben. Igen, a kutatási eszközökről is szeretnék egy kicsit beszélni, mert azért nagyon bonyolult és összetett módon közelítettük meg a problémát. Ugye, ahogy mondtam, többféle kérdést feltettünk a kérdőíven belül, ami a hetterére vonatkozott a gyerekeknek, de volt egy olyan is, ahol kifejezetten olyan attitűdvizsgálatot végeztünk, hogy egy adott szituációval kapcsolatban mikor, milyen válaszokat adnának a kitöltők, és erre most itt hoztam egy példát, ami úgy nézett ki, hogy ilyen pársoros tényállásokat adtunk meg, és mindig rákérdeztünk arra, hogy ebben az esetben történt-e már szexuális kizsákmányolás, ki volt az elkövető, ki itt az áldozat, vagy ki a sértettje a szituációnak, és aztán folyamatosan adtunk hozzá tényállási elemeket, mint például itt, hogy először csak a videó készült el, aztán megtörtént az is, hogy a videót valaki megosztotta egy közösségi média felületen, aztán behoztuk azt, hogy utána ezt valaki megtekintette, és a kitöltőknek itt az volt a feladata, hogy elmondják azt, hogy melyek azok a pontok, ahol a bántalmazás megtörtént, ki volt itt az elkövető, és utána megkérdeztük őket arról is, hogy hogyan támogatnák az érintett gyerekeket, és rendentő izgalmas volt, hogy voltak olyanok, akik azt elmondták, hogy ilyen nagyon, nagyon tágan közelítették meg azt a témát, és jelezték azt is, hogy azon kívül, hogy a sértett gyerekre fókuszálnának, nagyon fontos, hogy arról a gyerekkel is foglalkozunk, aki itt az adott esetben a 19 éves Peti volt, mert valószínűleg ő sem tudja, hogy amit tesz, az illegális. Szóval, hogy ilyen módon fontos volt, amit azok a visszajelzések, amit ők így a kis fehér boxokba be tudtak írni.
Ezeken a képeken pedig azok a fotók látszanak, amik a fiúkkal tartott workshopokon készültek. Az alsó hosszú képnek egy olyan feladatot ábrázol, ahol még kb. Ez volt így az első bemelegítő feladat, ahol azt próbáltuk megnézni, hogy milyen üzenetekkel szembesültek az adott időperiódusokban a srácok, amik egyébként az ő férfiasságukat, a társadalomban férfiként betöltött szerepüket determinálta. És itt nagyon érdekes dolgokat kaptunk onnantól kezdve, hogy a fiúk nem sírnak, a fiúknak mindent egyedül kell megoldania, addig, hogy a fiúknak termékeinek kell lennie, és 20 éves kor fölött megjelenik ez a kényszer, hogy mikor alapítanak családot. Nagyon érdekes volt például egy olyan komment is, ahol az egyik résztvevő azt mondta el, hogy mennyire furcsa az, hogy a fiúknak való játékok, azok a katonák egy fegyverrel, míg a lányok kapnak rózsaszín Barbie, de tök sok kiegészítővel, és ezért sokkal, sokkal több mindent tudnak játszani, de nyilván fiúk rózsaszín játékokat nem kaphatnak, ők a terepszínű katonákat kapták meg. Szóval, hogy itt még nagyon-nagyon távolról közelítettük meg ezt a témát, és nagyon értékes gondolatokat kaptunk a srácoktól. A fönti képen, a sarokban az látszik, amikor a fiúknak a bántalmazás időpillanatában meglévő támogatói köreit próbáltuk meg felmérni, megvizsgálni azt, hogy kik voltak azok, akik az adott a bántalmazás megélésekor körülöttek voltak, hova tudtak fordulni, hova tudtak volna fordulni, és milyen kívánt reakciókat szerettek volna kapni, és hogy ezzel szemben mi az, amit kaptak. És az utolsó feladatként pedig azt választottuk, ami azok, ilyen nagyon, nagyon viccesen egy ilyen számítógépes játékból jött az ihlet, hogy akkor állítsunk össze egy ilyen álomcsapatot arról, hogyha egy gyereket bántalmaznak, ami nyilván már nem egy ideális helyzet, akkor ki az, aki körülötte úgy tud fellépni, milyen emberekre adott esetben, itt például az látszik, hogy ilyen nagyon tágon fogtuk meg a témát, és ilyen kutyákat, cicákat, mindenfélét odaraktunk, hogy az is legyen ott, hogyha arra van valakinek igénye, akkor ők is legyenek részei ennek az államcsapatnak. Kik azok, akik tudják ezt biztosítani, hogy egy ilyen helyzetbe kerül gyerek, jól tudjon kijönni, vagy jól tudjon tovább lépni ebből. És hát összességében nagyon érdekes volt a workshopon részvevőknek a tapasztalata, vagy az ő visszajelzéseik, mert azt mondták, hogy nagyon-nagyon élvezték ezeket a feladatokat. Mindegyikük járt már pszichológusnál, volt terápián, de hogy azt mondták, hogy ezek mentén egy teljesen új szemmel tudtak ránézni az általuk megéltekre, és látszott, hogy nagyon-nagyon élvezik, és nagyon kíváncsiak a saját megszülető gondolataikra is ezeknek a feladatoknak a mentén, szóval ez abszolút egy nagyon pozitív tapasztalat volt. És akkor át is térnék arra, hogy mi az, amit találtunk. A nemi szerepek és társadalmi elvárások mentén azok, amiket az előbb felsoroltam, hogy a fiúk nem sírnak, a fiúk nem félnek, ők mindent megoldanak egyedül. A szexualitás kapcsán ott van az, hogy a fiúk a szexet mindig szeretik, kívánják, élvezik. Ezzel szemben ugye ott van egy ilyen nagyon paradox módon az, hogy a tinédzser lányoknál ez nem egy túl nagy elvárás, sőt, ott pont, hogy gyakran negatív fennhangja van, hogyha valaki tapasztaltabb, több szexuális kapcsolata van, és hogy ezek azt eredményezik, hogy az a megélésük a srácoknak, hogy minden helyzetben önállónak kell lenniük, ellenállónak kell lenniük, nem szabad kifejezniük az érzéseiket, és gyengének sem szabad látszani, és egy bántalmazási közegben pedig ez azt a következményt idézi elő, hogy sokkal nehezebb segítséget kérniük, sokkal nehezebb értelmezniük azt, hogy ami velük történt, az egy komoly határátlépés volt. Nagyon sokakban megjelent az a képzet, hogy összességében itt nem a helyzettel, vagy nem az elkövetővel volt gond, hanem azzal, ahogyan ők ezt lereagálták, vagy ahogyan ők ezt értelmezik, ami egy nagyon szomorú gondolat, és olyan szempontból pedig pláne, hogy ezek nem csak a fiúknak a megélését befolyásolták, hanem azoknak az embereknek is a rálátását, akik mint segítőként léptek fel mellettük, akár ez a család legyen, akár intézményes keretek között,
szociális segítők, és ezek visszaköszöntek a kérdőívekből is. Amikor a négy túlélővel folytattunk le workshopot, és ugye azt találtuk, hogy ugyanazokat a feladatokat csináltuk végig mind a négyőjükkel, de nagyon eltérő válaszokat kaptunk, ezért viszonylag nehéz volt ezt beazonosítani, hogy mégis mik azok a közös pontok, amik megegyeznek a mindegyiküknek a történetében, mik azok az állomások, amelyeken mindegyiküknek túl kellett ahhoz lépni, hogy utána segítséget tudjanak kérni, és ezt el is tudják fogadni. Így végül azonosítottunk öt ilyen állomást. Az első az volt, hogy először szükség van arra, hogy megértsék, és el tudják azt fogadni, hogy ami velük történt, az bántalmazás volt. Ezt nagyban akadályozza sokszor a bántalmazónak a behálózó manipulatív kommunikációja, a belső vívódások, ami ilyenkor a gyerekekben, a fiúkban is megvannak, mert hogy ugye ez is kiderül majd később a kérdőjöves vizsgálatokból, hogy ugyanúgy, ahogy a lányok esetében ez nagyon jellemző, a fiúk esetében is olyanok követik el legtöbbször a bántalmazást, akik nem egy ilyen bántalmazó személyként vannak csak jelen a gyerek életében, hanem egy a család, a közeg, a környezet által egy bizalmas kapcsolatban lévő személy követi el velük, vagy velük ellenük is gyakran a szexuális bántalmazásokat. A pozitív testi reakciók is nagyban befolyásolták azt, hogy ők hogyan élik meg ezeket. Ugye erre voltak olyan idézetek, ahol a fiúk elmondták azt, hogy ezt vissza is jelezték nekik a bántalmazóik, hogy de hát te is élvezed. És ilyenekkel volt, hogy eltávolodást követően kiskutyát vittek neki, és akkor hasonlók voltak, ami pont ez a behálózó és manipulatív viselkedést mutatja be. Ugye ezt követően nagyon nehéz az, hogy egy ilyen közegben, amikor ennyire a gyereknek az életének a része volt a bántalmazás, akkor felismerje azt, hogy ez mégsem volt oké, okay, és itt az egyik részvevő srác úgy hívta ezt a pillanatot, vagy ezt a folyamatot, mint egy katalizátor, hogy ami elvezet oda, hogy megérti, hogy ez nincsen rendben. Ez a katalizátor sok esetben volt például a korábbi környezetnek az elhagyása, amikor másik iskolába került, vagy kikerült az adott közösségből, mert nem járt abba a közegbe, vagy a MeToo-nak itt is nagyon nagy hatása volt, mert azzal, hogy hasonló történetekkel találkoznak, kicsit kívülről rálátott a saját sztoriára, és megértette, hogy az miért nem volt akkor rendben. Ezt követően, amikor ez megtörtént, ezután tudták mutatni, vagy tudatosan, vagy pedig nem tudatosan azt, hogy egyébként nekik szükségük van valamilyen segítségre, vagy támogatásra. Ezt gyakran, ritkán találkoztunk olyan esettel így a Nézsreccel folytatott beszélgetésben, ahol ezt elmondta valakinek a fiú. Inkább az volt, hogy különböző viselkedéses jelekkel mutatta azt, hogy valami nincsen oké, és ez lehet például az, hogy a társas tevékenységeket elkezdte kerülni, akkor, hogyha egyébként egy nagyon szociális gyerek volt korábban, ugye visszahúzódó válás, vagy ennek pont az ellentétje, amikor egy viszonylag visszahúzódó és nyugodt gyerekből egy nagyon feltűnősködő és hülye gyerek módjára viselkedő gyerek lesz. Ezt követően szembesültek azzal, hogy ezt a titkot, amit ők őriznek, ezt nem szabad elmondani senkinek, amiatt, mert hogy olyan szégyen, dogma övezi ezt a dolgot, különböző társadalmi szankciókkal való szembesülést tartottak attól, hogyha adott esetben feljelentéssel élnek, akkor ez ebbe bekerül, akkor ez nem az ő történetük lesz, hanem bevonódnak a szüleik, a családjuk, őket tanúként fogják adott esetben kihallgatni, és ettől ez egy óriási blokk volt abban, hogy igazán segítséget tudjanak kérni. És az utolsó lépés, amit mindenhol látunk, az volt, hogy amikor viszont valakinek elmondták, akkor olyan elégtelen intézményi válaszokat kaptak, vagy pedig maga a közeg, ahol ezt elmondták, annyira nem megfelelően reagált, hogy nem került semmilyen felelősségvonásra sor. Ilyen volt például az, hogy az egyik tanárának elmondta az egyik fiú, és az intézményen belül össze-vissza küldözgették, senki nem tudta, hogy hogyan lehet erre jól reagálni. Olyan is volt például, hogy,
hogy rendőrt hívott azonnal az egyik érintett, és azt követően az elkövetővel egy rendőrautóban szállították őket a rendőrségre. Nyilván ezek is olyan dolgok, amelyek az ő megéléseiket és azt követő segítségkérést óriási mértékben befolyásolják. Akadályozó tényezőknél a szégyenről, a dogmáról és a kontrollvesztésről szeretnék egy kicsit külön beszélni. A dogma kapcsán megjelent az a félelem, ami azt övezte, hogyha egy fiú gyereket, egy férfi bántalmaz, akkor vagy melegé válik, vagy pedig attól tart, egyrészt tart attól, hogy akkor ettől ő nem fogja melegé válni, másrészt pedig attól, hogy azt gondolják róla, még ha nem is az fogja gondolni a környezet, hogy vele ez csak azért történhetett meg, mert ő egyébként meleg. Szégyennel kapcsolatban ugye az a dolog, hogy a történteket olyan módon értelmezték, az elkövető behálózó és manipulatív hozzáállása miatt elszigetelődtek a környezetüktől. Volt egy olyan megélésük, hogy ez abszolút nem egy olyan dolog, amit meg lehet osztani bárkivel. Ez nagyon magányos és kiszolgáltatott tette őket olyan tekintetben is, hogy tovább folytatódott már azt követően a bántalmazás, hogy adott esetben érezték, hogy itt valami nem oké, vagy pedig úgy is, hogy nem tudtak segítséget kérni pont emiatt, mert szégyelték a velük történteket. A kontrollvesztés kapcsán ez minden fiúnál megjelent, akivel beszéltünk, hogy tartottak attól, hogy nem tudták, hogy az, hogyha ők ezt valakinek elmondják, az milyen következményeket fog hozni rájuk, vagy az ő családjukra, mivel nem, hogy féltek tőle, hogy kikerül az irányítás a kezükből, ez tovább nem az ő történetük lesz, nem az ő gondolataik fognak dominálni ebben, nem az ő megélésük, hanem bekerülnek egy ilyen ismeretlen, rideg, intézményi közegbe, ami adott esetben rendőrségi, gyámhatósági eljárás. Volt, aki jelezte, hogy ő tudott arról, hogy mi, vagy félt attól, mi van, hogyha őt emiatt elválasztják a családjától, és intézménybe kerül. Szóval, hogy ezek olyan jellegű blokként voltak jelen, amit nem sikerült sokaknak leküzdeni. Amikor megvizsgált, ugye az volt a kérdésfeltevés a legelén, hogy kérnek-e a fiúk segítséget, és hogyan kérnek a fiúk segítséget. Sokáig úgy voltunk vele, hogy egy ilyen klasszikus megértését akarjuk ennek megvizsgálni, hogy oda mennek-e valakihez, és elmondják, hogy csókolom, engem valaki bántott, és azt vettük észre, hogy kérnek segítséget, de ezt nagyon sokszor nem úgy teszik, ahogy ezt a szakemberek elvárnak, és ezt a szakemberek nagyon sok esetben félreértelmezik. Vannak nagyon egyértelmű olyan jelek, amik arra mutatnak, hogy valami nagyon nem okés a gyerekkel, de hogy ezt nem tudják a gyermekvédelmi szakemberek, akikkel a kérdőívet kitöltöttük, sokszor felismerni. Volt egy nagyon, nagyon érdekes párhuzam, amit az összehasonlító elemzésnél találtunk, ami arról szólt, hogy az egyik fiú elmondta, hogy az iskolán belül is borzasztóan viselkedett, folyamatosan feltűnősködött, olyan betegségeknek a tüneteivel ment oda a tanáraihoz, hogy rákos vagy jövő héten valami teljesen újjal jött elő, és erre nagyon érdekes volt ezt látni, hogy volt egy olyan kérdőívet kitöltő szakember, aki azt jelezte vissza, hogy nagyon sokszor nem tudja eldönteni, hogy bizonyos viselkedési formák a gyerekektől, azok intőjelek, vagy pedig az ő határait próbálgatják, ami amiatt is egy nagyon érdekes megfogalmazás, mert valószínűleg olyan szem, hogy ilyenkor, amikor a gyerek így viselkedik, akkor megpróbálja letapogatni azoknak az embereknek a jelenlétét, akikre számíthat. És amikor megkérdeztük, hogy ennyire vállalhatatlanul viselkedett egy adott helyzetben, de hogy mi lett volna erre a jó válasz, hogyan tudott volna erre az ő körülötte levő tanár vagy pszichológus jól reagálni, akkor elmondták, hogy annyi is elég lett volna, hogyha csak nyugodtan leülnek velük, és megkérdezik, hogy bántja őket valami, vagy mi a gond. És nagyon érdekes volt ezt is hallani tőlük, hogy erre viszont nincsen egy főszabály, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mivel hogy minden gyerek ilyen szempontból másféle, és nem az determinálja ezt a folyamatot, hogy ő egy áldozat, hanem hogy egyébként milyen gyerek van, olyan, aki,
aki lehet, hogy ezt egyből elmondja, de olyan is van, akinek elég az biztosítani, hogy ő ott lesz, és meghallgatja, hogyha később szeretne erről beszélni, vagy később jut el oda, hogy ezt valakinek el tudja mondani. Megkérdeztük ugye a srácokat arról is, hogy mi az, amire szükségük lenne az ilyen ebben a környezetben, és elmondták azt, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, hogyha egyszer gyerekként bántalmaznak, akkor mindenki, aki erről tud, az bántalmazottként fog rá tekinteni, áldozatként fog rá tekinteni, és az, hogy te egyébként emberként vagy gyerekként ki vagy, az mindig másodlagos lesz. És hogy ezt nagyon-nagyon fontos lenne megfordítani olyan módon, hogy ugye nem a gyerek attól, hogy bántalmazták, attól ne csak áldozatként legyen rá tekintve, hanem úgy, mint egyébként egy potenciális valaki, akiből túlélő lesz. Ezt a terminológiai dolgot majd mindjárt előhozom. Mert hogy nagyon sokan elmondták, hogy az nagyon nehéz volt számukra, akár amikor már felnőttként más dolgok miatt mentek pszichológushoz, vagy terápiára, hogy mindig mindenki a bántalmazást hozta fel ilyen kulcsfontosságúnak az életükben, akkor is, amikor ők már egyébként felnőttként ezt feldolgozták, vagy hogy nekik ezzel már nincsen feldolgozatlan traumájuk, és hogy ez nagyon nehezen élték meg. Megkérdeztük azt is, hogy amiatt, hogy ők fiúk, van-e annak bármi jelentősége, hogy milyen szakember van körülöttük, hogy ez férfi legyen, nő legyen, mi a kényelmesebb, és erre azt a választ kaptuk, hogy ez édes mindegy, egészen addig, amíg nem hímes tojásként kezelik őket, megfelelő humorral és megfelelő támogatással vannak körülöttük. Ugye még azt nem mondtam, de hogy a segítségkérés kapcsán nem csak azt vizsgáltuk, hogy egyébként intézményi keretek közé mennek és úgy kérnek a segítséget, hanem az ilyen informális dolgokra is, hogy egyébként a családjuknak, a barátaiknak, akár a nem tudom, adott közösségnek, legyen a sportközösség, vagy egyházi közösség, ahol ők felnőttek, ott milyen módon próbáltak ezt valakinek elmondani, vagy hogy próbáltak valaki felé fordulni ezzel a témával, és ennek mentén azt is megállapítottuk, hogy nagyon sokszor nagyon nem megfelelően reagálnak még azok sem, akiknek nem az a munkája, hogy a gyereket támogassák, hanem csak körülötte vannak, mint felelős felnőttek, vagy egyébként barátok. Amellett, hogy a bántalmazás megtörténte, után mire lenne szüksége, elmondták azt is a fiúk, hogy óriási hiány van olyan téren, hogy megelőzzék ezeket a dolgokat. Nem tudják, nagyon elégtelen szexuális edukációval találkoztak, ugye, mivel a srácok jóval idősebb, vagy hogy ők ilyen 27-35 év körüliek voltak. Azt mondták, hogy abban az időben semmi olyan elérhető csatorna nem voltak, ahol ők erről bármit megtudtak volna. Az internetes forrásoknak sem a pozitív, sem a negatív oldal nem jutott még el akkor hozzájuk. A határaik megismeréséről, a nemetmondás képességéről nem tudtak, nem voltak információik, és ugye ez sem náluk nem volt meg, sem az őket támogató családi körnél. És ezért nagyon fontos lenne az, hogy ezeket a megelőzést és a prevenciót elősegítő oktatásban több hangsúly legyen ezen. És a következő téma, amit elég alaposan körbejártunk velük, az volt, hogy Magyarországon szinte kizárólag csak az áldozat kifejezést használjuk a szexuálisan bántalmazott, akár gyerekekre, akár felnőttekre, és ugye az angol irodalomban, meg az angol köznyelven már sokkal inkább a survivor, mint túlélő kifejezés van az, ami van használatban. És kíváncsiak voltunk arra is, hogy nekik ezzel kapcsolatban milyen gondolataik vannak. És arra jutottunk, hogy azt mondták, hogy ők összességében egyikkel sem tudnak meg teljes mértékben azonosulni. Voltak javaslatok arra, hogy ilyen szexuális bántalmazást átél gyerek legyen, de ez már ilyen nagyon kifacsart és túl bonyolult dolog volt. És elmondták azt, hogy az áldozat kifejezést azért nem szeretik, mert hogy ez egy nagyon passzív és nagyon tehetetlen szemét feltételez maga szó. Még a túlélő, az meg mindig ilyen, az mindig valami betegség túlélőjeként volt jelen a magyar köznyelven, és hogy pont ezért furcsának érzik magukra a túlélőt használni.
De aztán egy hosszasabb beszélgetés és ennek a kivesézése mentén elmondták, hogy ők egyébként tudnák azt támogatni, és szeretnék azt, hogy akkor ahelyett, hogy az áldozatot használjuk, kezdjük el a túlélőt használni pont amiatt, mert hogy ez feltételezi azt, hogy itt nem csak egy passzív befogadóként lehet ebben a helyzetben jelen lenni, hanem hogyha az ember tesz valamit, és aktívan közreműködik abban, hogy ő jól legyen, akkor van esély arra, hogy egészséges felnőtt válik belőle. És ezért mondták, hogy lehet, hogy ez nagyon idegen, és még nagyon nincs benne a köztudatban, de hogy ők szeretnék, hogyha inkább a túlélő terminológiát használnánk erre, vagyis hát így rájuk. Igen, és akkor itt át is adom Szilvinek a szót arról kapcsolatban, hogy mit találtunk a gyermekvédelmi dolgozók tapasztalataiban. Köszi szépen. Ugye azt nagyon fontosnak tartanám kiemelni, hogy ahogy ti is láttátok, nagyon alacsony elemszámokkal dolgozott ez a kutatás, de a hosszú kutatási jelentésben is látok arra nézvést adatokat, hogy az a másfél év, amíg zajlott ez a kutatás, milyen erőfeszítések történtek azért, hogy több túlélő fiatal férfit, több szakembert érjünk el, és beszélgetni tudjunk velük, illetve információt kapjunk ezekről a kérdésekről. Tehát az, hogy itt alapvetően alacsony elemszámok vannak, és ugye a mit találtunk kérdésnél is próbáltunk olyanokat behivatkozni, amikkel kapcsolatban más kutatások is tudnak megerősítőek, vagy valamilyen módon referenciák lenni. Ugye az Országos Kriminológiai Intézetnek vannak szexuális erőszakra vonatkozó kutatásaimban egyes elemszámok vonatkozhatók fiúkra is. A CEU-ban volt korábban egy kutatás, aminek szintén volt fejezete része, ami a fiúkkal foglalkozott, de hogy nagyon-nagyon fontos folytatni ezt a témát, és még több információt szerezni arról, hogy milyen specialitásai lehetnek a fiú áldozatoknak. Nem azért, mert az lenne a víziónk, hogy az ellátórendszerben vagy a tudásban ilyen nagyon specifikus segítségeket kellene nyújtani, hanem egyáltalán azért, hogy kiküszöböljük azt a problémát, hogy egy tünetelő fiú gyereket egész egyszerűen nem vesz komolyan a rendszer, mert nem feltételezi, hogy neki lehet szexuális abúzus élménye, vagy hogy az ő traumatünetei visszavezethetőek lennének. Bocsánat, szexuális visszaélésre, vagy szexuális bántalmazásra. Ebből a tapasztalat listából, ami ugyan nem reprezentatív adatokra vonatkozik, de hogy azt ugye más kutatásokból is tudjuk, hogy alacsony a referáltsága az ő bántalmazottságuknak, hogy mennyire sok esetben van bizalmi felnőtt általi elkövetés. Én itt azt a pontot emelném ki, mert ez szerintem nagyon sokban azért jöhetett ki ebből a kutatásból, mert más módszertannal közelített az anyag, az, hogy a fiúk biztonságot keresnek sok esetben ezekben a kapcsolatokban, és biztonság helyett találkoznak valakivel, aki hát nagyon más csinál velük, mint az, ami a gyerek biztonság érzetét, kötődési igényét, intimitás igényét, biztonságvágyát, szeretet vágyát tudná támogatni. Tehát az a pont, ahol azt látjátok, hogy a szexuális kizsákmányolás, prostitúció, pornográfia és egyéb módokon bántalmazottá vált gyerekek esetében persze meg tudnak jelenni az anyagi javak és az ellenszolgáltatások, vagy valami fajta szponzoráció kiszolgáltatottság a témában, de hogy az esetek nagy részében a gyerekek biztonságot és menedéket keresnek, és ehhez képest valami nagyon-nagyon mást kapnak. Ha mutatod a következő diát, Dóri, ezt megköszönöm. Ugye a gyerekvédelmi rendszer kihívásai, hát itt megint ez az a dia, amit azért hagytunk ennek az előadásnak a végére, mert az a fantáziám, hogy senkit nem fogunk meglepni azokkal az információkkal, hogy nagyon túlterhelt szakemberek dolgoznak a rendszerben, akiknek sok esetben hiányzik az a fajta tudása, ami képesíteni őket a felismerésre és a hatékony reagálásra, hogy mennyire fontos lenne
képezni, és úgy egyáltalán a rendszereinket traumaérzékenyé tenni, vagy valami fajta trauma-informed care, vagy azokat az alacsony szintű szolgáltatásokat, vagy reakciókat meghonosítani Magyarországon, ami képessé tenne a rendszereinket a szociális ellátórendszertől, a gyerekvédelmen át, az egészségügyig és az oktatási rendszerig arra, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol megjelenik ennek a kockázata, hogy ők bántalmazás vagy visszaélés áldozatává válhattak, ott legalábbis másodlagos viktimizáció, másodlagos traumatizáció ne történjen meg, és ami már megtörtént, annak megfelelő delegálása, eljuttatása a kompetens szakemberekhez meg tudjon történni. Nincs jelenleg átfogó ökológiája ennek se az ellátórendszernek, se pedig a felismerésnek. Fontosnak éreznénk minden olyan szakmai anyagban, protokollban és standardben, ami a szexuális erőszakról vonatkozik, kitüntetett figyelmet fordítani a fiúk érintettségére. Ugye azt tudjuk, hogy a lányoknak körülbelül 56%-a mesél valakinek arról, hogy ő szexuális visszaélés áldozatává vált. A fiúknál ez az arányszám nagyságrendileg Magyarországon 15%-ra tehető. Ha visszanézünk azokra a mondatokra, amiket a Dóri mondott, hogy ezek a fiatal felnőtt férfiak, akik túlélői egy ilyen eseménynek, hogy tüneteltek, vagy hogy próbáltak segítséget kérni, hát ők nyilvánvalóan a 15%-on kívül vannak, de egy kellően szenzitív és érzékeny rendszer képes lenne ezeket a sok akadályban megakasztott és sok akadállyal szemben küzdő fiúkat és fiatal felnőtteket segíteni abban, hogy hát megkapják azokat a támogatásokat, amiknek a révén együtt tudnak élni ezzel az élménnyel. Ha már egyszer meg nem történt, én nem tudjuk tenni azt, amin át kellett menniük. Átadom, visszaadom neked a szót, Dóri. Igen. Szóval ezt követően pedig arra jöttünk rá, hogy iszonyatosan izgalmas volt vizsgálni ezt a jelenséget és ezt a témát, és nagyon, nyilván nagyon nehéz is volt, de nagyon jó volt a srácokkal találkozni, az ő visszajelzéseiket megkapni arról, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. De több kérdéssel jöttünk ki ebből az egészből, mint amennyivel bementünk. Nagyon sok olyan problémával szembesültünk, ami akár az volt, hogy mennyire nehéz volt erről az egészről, akár szakmabeliekkel is beszélni. Nagyon sokan, nagyon-nagyon tipikus volt ez, hogy nagyon hamar átbillent a beszélgetés oda, hogy mi a lányokkal a helyzet, és mindig vissza kellett terelni, hogy mi ezt értjük, és baromi fontos, de hogy most nem ezen van a fókuszunk. És nagyon fontos lenne az, hogy ezt kutathatóvá tegyük, olyan módon is, hogy ne egy 36 fős mintával vizsgálódjunk. Ugye van egy olyan terület, ami iszonyatosan fontos kezd most lenni, de arra jelenleg nem volt semmi rálátásunk, ez az online térnek a kockázatai, vagy esetleg az is, hogy hogyan tud segíteni az online tér a különböző helpline-okon keresztül, a hotline-okon, ahol jelenteni lehet eseteket, vagy ahol segítséget tudnak kérni az érintett gyerekek. Erre ezt ugye ezen a felnőtt mintán nem tudtuk még vizsgálni. Felmerült egy olyan dilemma is, hogy ugye azzal, hogy megszületett egy ilyen jelentés, feltételezhető, hogy lesznek néhányan, akik ennek mentén jönnek rá arra, hogy velük mi történt, milyen tapasztalataik voltak, és nehéz az arra felismerésre eljutni, hogy egyébként a meglévő rendszer hiányosságai tudva, hova tudjuk irányítani ezeket az akár gyerekeket, akár felnőtteket, mivel nyilván szeretnénk elkerülni azt, hogy újra traumatizálódjanak. Fontos még az is, hogy akár köznyelvi, akár jogszabályi szinten továbbra is nagyon sok olyan terminológia van használatban, ami pont ezt a szégyent és dogmát erősíti, akár csak a gyermekpornográfiára gondolunk, vagy a gyermekprostitúció, ami még mindig BTK tényállás. Ugye ide bejöhet ez az áldozat túlélő, itt van egy plusz T, mindegy, szóval, hogy az áldozat túlélő szóhasználatnak az eltérő üzenet, amit a kettő hordoz, és hogy melyik az, amit szeretnénk jobban megerősíteni. És nagyon fontos még az is, hogy a jogszabályi elemzés, amit elvégeztünk, az ilyen nagyon csillogó, és nagyon sokszor meg volt benne állapítva, hogy a jogszabályok szintjén baromira jól áll a Magyarország, mert hogy tényleg minden olyan védelmet és minden olyan garanciát megkapnak a gyerekek papíron, ami egyébként nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjon reagálni egy rendszer bántalmazási esetekre.
viszont nem ezt látjuk gyakorlatban, és hogy mik azok az eszközök, mik azok a garanciák, amik tudják azt biztosítani, hogy ha már megszületett egy ilyen normális és jól vagy jó jogszabály, akkor az megfelelően is működjön. Úgyhogy ezek volt csak pár dolog szemezgetve abból, hogy egyébként milyen dilemmákkal szembesültünk, vagy milyen kérdések fogalmazódtak meg még bennünk azt követően, hogy egyébként elkészült ez a kutatás és riport. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogyha ezzel kapcsolatban vannak gondolataitok, vagy kérdéseitek, akkor azok hol kapnak helyet, de ezzel igen, így köszönjük a figyelmet eddig. Igen, köszönöm szépen, Dóri. Hát még annyit szeretnék elmondani, hogy a kutatásban nagyon markáns részt vállalt Varga Ida, aki most már a gyerekvédelem más pontján segít a gyerekeknek, nem az alapítványnál, de fontosnak éreztem, hogy elmondjam az ő nevét, mint aki nagyon sokat segített abban, hogy ez a kutatás létrejöhessen, és aki együtt dolgozott a fiatal felnőtt túlélőkkel. Nagyon sok dolgunk van, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a megrontás kifejezés, ami ugye önmagában hordozta a stigmáját annak, hogy az a gyerek, akit szexuális vágya kielégítéséhez eszközként vagy tárgyként használ egy felnőtt, az meg van romolva, vagy meg van rontva, és hogy mégis sikerült elérni 2012-ben a BTK módosításkor, hogy ez kijöjjön, az civil kezdeményezésre történt, akkor még mint Eszter Alapítvány dolgoztam, és hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, és sikerült. Én biztos vagyok benne, hogy tovább kell folytatni ezt a munkát egészen addig, ameddig a gyermekpornográfia és más kifejezéseknél is el nem tudjuk érni azt, hogy legalább a jogszabályok szintjén ez ne valósuljon meg, illetve ne ringathassuk magunkat abba a hiú reménybe vagy ábránba, amire a Dóri is utalt, hogy hát nagyon szépek a jogszabályaink, csak hát mi történik a megvalósításkor, hogy nincsenek szép jogszabályaink, ha a megvalósítás nem működik. Tehát amíg nem mondhatjuk azt, hogy A-tól Z-ig valami érvényesülés működik, addig nem mondhatjuk, hogy ez van. Úgyhogy mi ezen az úton szeretnénk tovább menni az alapítványban, meg ezt a témát tovább vive. Arról nem is beszél, hogy az Európa Parlamentben most is zajlik erre vonatkozó jogalkotási folyamat, hogy mi történik azokkal az online képekkel, amik gyerekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak eseményekről készültek, hogy ezeknek a felvételeknek a szűrése hogyan történhet. Tehát abszolút itt vagyunk a változás kapujában, és az jó, hogyha minél több szakember tud összefogni ezen a területen. Hát szerintem itt most mi kiteszünk egy pontos vesztőt, és várjuk a kérdéseiteket, meg az észrevételeiteket, akár a chatben, akár pedig úgy, hogy bekapcsoljátok a mikrofont, és mondjátok azt, amit gondoltok. Nekem lenne kérdésem. Hallottok? Igen, igen. Oké, köszi. Csak nem tudom, hogy más jelentkezett előttem. Ja. A korosztályok felől érdeklődtem, arra azt hiszem részben kaptam választ, tehát hogy a vizsgálatban részt vett fiatalok, jól értettem, hogy 27, tehát 25-30 közötti korosztály. Igen, igen. Ki? Okay. Ez így igaz. 25. Egyrészt kíváncsi voltam arra is, hogy hogyan jutottatok el hozzájuk, vagy hogyan vontátok be őket ebbe a kutatásba. Aztán van még kérdésem. Oké, okay, akkor erre gyorsan válaszolok. Egyrészt az volt a célunk, hogy felnőttekkel végezzük el ezt a kutatást. Volt egy olyan gondolat, meg Dél-Koreában, ahol szintén futott, ott gyerekekkel, 14 és 18 év közötti gyerekekkel végezték el, de mi felnőttekkel szerettük volna. És az, hogy hogyan jutottunk el hozzájuk, elsősorban úgy, hogy különböző olyan helyeket kerestünk meg, ahol feltételeztük, hogy megfordulhattak vagy gyerekkorukban, vagy pedig már felnőttként ezek a fiatalok, és rajtuk keresztül nem volt az, hogy mi közvetlenül hirdettük volna valahol ezt a lehetőséget, pont amiatt, hogy benne legyenek azok a garanciák, hogyha egy szervezet azt mondja, aki már korábban foglalkozott ezzel a gyerekkel, felnőttel, hogy ő nincs abban az állapotban, ő nem integrálható egy csoportba, akkor ne derüljön ott az ki, hogy ők
ők pszichológiailag, meg lelkileg még nincsenek azon a ponton, hogy egy ilyenben jól részt tudjanak venni, és pont ezért bennünk is volt egy olyan szűrő, hogy volt egy előzetes találkozó velük, és csak amikor ott már így beszélgettünk egyet, megláttuk, hogy hogyan állnak ez a témához, mennyire nyitottak, azt követően döntöttünk róla, és jeleztünk vissza nekik, hogy szeretnénk velük ezt a foglalkozást megcsinálni, és olyan szempontból nagyon jó volt a különböző szakmai szervezeteknek a szűrése, hogy senkit nem kellett elutasítanunk, mert hogy amit ők mondtak, hogy ez a személy alkalmas lehet erre, ő valóban az is volt. Oké. Okay. Tehát nem nyilvános csatornákon nem kerestetek. Oké. Okay. Nem. Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy volt kísérlet arra is, hogy intézményi keretek között egy gyermekotthonban szexuális visszaélés áldozatává vált fiúkkal vegyük fel a kapcsolatot azon a szociális munkáson keresztül, aki kíséri őket. Tehát ők már kikerültek már az utógondozásból is, de hogy ezek a megkeresések, meg ezek a próbálkozások sok esetben kifulladtak abban, hogy az a fiatal, aki az elején még szeretett volna részt venni, történt az élet egy olyan esemény, vagy olyan események sorozata, ami miatt ő éppen megborult, vagy ott többen a hajléktalanság, a bűnek követés, a szerhasználat olyan fokain álltak, hogy nem volt felelő. Tehát úgy ítélte meg az a szakember, aki kíséri őket, hogy nem felelős őket ezen a ponton még a szexuális bántalmazás élmény kapcsán is kérdezgetni, bármilyen elfogadó és bármennyire megerősítő is ez a közeg. Tehát ez azért hozzátartozik a realitáshoz, hogy az általános kondíciója a túlélőknek nagyon sok esetben labilis, és emiatt nem felelős velük a személyes, ilyen módú kvalitatív kutatás. Köszi. Arra volt valami megszorításotok, hogy a gyerekkort hogyan definiáljátok. Itt a valamelyik dián megjelent, hogy a fiúknál is 11 és 15 év között, amiről tudjuk ugye, hogy ez a leggyakoribb időszak. Ti valamilyen módon ezt predefiniáltátok, hogy mit értetek gyerekkor alatt, vagy a történetekből derült ki? Nem, hát ugye a gyermekjogi egyezmény, tehát 18 év alatti tekintünk gyereknek, tehát az a magyar BTK korhatárolás, hogy a beleegyezés és szexuális kapcsolatok korhatárolása, hogy van, tehát a 12-vel meg a 14-el, az ugye a research részben, mármint hogy ami a jogi research részben jelent meg, de amikor gyerekről beszélünk, akkor mindenkit értünk alatta, aki nem töltötte még be a 18. életében. Igen, ezt a részét tudom, csak azért kérdezem, mert ugye azért tudatosítás szintén egész más tud lenni egy nagyon korai gyerekkorban történt szexuális abúzus vagy erőszak, és egész más például kamaszkorban, vagy kis kamaszként, vagy... Ja, csak ezért kérdeztem. És minek a rövidítése a CSAM? Az a Child Sexual Abuse Material. Ah, oké. Okay. Gyerekkel szemben elkövetett szexuális erőszakról készült fel. Oké. Okay. Jó, így már követem, csak amikor angolul van beletérjétel, magyar szövegben nem kapcsol. És... Vagy lehet, hogy félreértettem valamit, vagy szeretném, ha világosabbá tennétek, hogy a gyermekpornográfia kifejezéssel mi a probléma? Hát, hogy a pornográfiához nagyon sok esetben csatlakozik az a fajta köznyelvi megközelítés, hogy abban megjelenhet az önkéntesség, illetve a pornográfia kapcsán, hogyha felnőttről van szó, akkor megjelenhet, hogy az az ő saját döntése. Gyerek esetében nem beszélünk erről, hogy az őróla készült szexualizáló vagy pornográf felvételekben az önkéntesség játszhatna. Ezért javasolja azt a nemzetközi intézményeknek a többséget, tehát most már az Európa Tanács is, hogy az ECPAT az nyilvánvalóan, amennyire látjuk az Európai Uniós dokumentumokban is cserélődik ki ez a kifejezés, tehát gyermekpornográfia helyett most már ez a nagyon bonyolult, de például a Covid ideje alatt 2021-ben kiadott Interpol jelentés, ami
az online szexuális visszaélésekkel foglalkozik, tudatosan kerül mindent, ami pornográfiára utalna, és ez a nagyon bonyolult kifejezés van jelenleg, mint a gyerekkel szemben elkövetett szexuális erőszakról készült felvétel. Az egy kérdés, hogy a magyar terminológiát hogyan fogjuk tudni megtalálni, de hogy nekünk is ez lenne a célunk, hogy valami olyan legyen, amiben benne van, vagy legalábbis húz egy távolságot attól, hogy ebben az önkéntesség bármilyen formában megjelenhessen a gyerek oldalán, mert erről nincsen szó. És amúgy tartalmában a jogszabályok is ezt közvetítik, tehát a büntetőjogi terminológia is azt feltételezi, hogy ha nincs is közvetlen erőszak, akkor sincs az önkéntesség itt, tehát hogy egyszerűen nem releváns. Ennek jó, valahogy meg kéne jelenni az elnevezésben is. Jó, így már teljes mértékben követem, meg nagyon támogatom, és örülök, hogy ez így megjelenik ez a téma, mert én a saját munkámban is, meg a mi munkámban, a Stop Férfi Szakprojektben például állati fontosnak tartjuk, hogy a leegyszerűsítő kifejezéseket inkább beszéljünk homéroszi hosszú jelzőkben, de legyünk pontosak, és ne próbáljunk nagyon-nagyon összetett jelenségeket leegyszerűsíteni. Köszi! Köszönjük szépen! Van-e még olyan, aki kérdezne, mondana? Hát, ha nincsen, akkor ezen a ponton megköszönjük, hogy itt voltatok velünk. Vigyétek jó hírét ennek a kutatásnak, olvassátok el a jelentést, az sokkal részletesebb és sokkal pontosabb. Mi köszönjük még egyszer a Child Hub-nak ezt a lehetőséget, és Tamásnak azt, hogy itt technikai szupportot és támogatást adott nekünk. Nektek az időtöket köszönjük, és mindenkinek szép napot. Dóri? Még csak egy nagyon rövid kérdés. Magának ennek a webinárnak a felvétele a Hintalovon lesz fent, vagy a Csajtabon? A Hintalovonnak a YouTube csatornája. Okay. Köszönöm. Köszönöm.